Elkezdődött az árvízi védekezés legnehezebb szakasza, ami legalább egy hétig tart majd. Erről beszélt Orbán Viktor. A miniszterelnök hajnalban részt vett az árvízvédelmi operatív törzs ülésén, ahol áttekintették az aktuális helyzetet és az elvégzendő feladatokat. A Lajtán megnyitották a szükségtározót, hogy a folyó ne öntse el Moson-Magyaróvárt. Jelenleg a Sziget közben és a Dunakanyarban a legkritikusabb a helyzet, de az árhullám elérte már a fővárost is. Jönnek a részletek.